errores, pero nunca celoso, envidia de nadie, jamás yo sentí. Búcsú koncertre érkezett a Habana Social Club Pécsre. Ennek az a története, hogy az együttes frontembere Chava Zabatora Jeszkuba leghíresebb színpadán énekelt, és egy híres amerikai producer éppen ott vendégeskedett. Élőben hallotta az énekes hangját, és azonnal beleszeretett. Ennek pedig az lett a következménye, hogy az énekesnek a következő évben önálló show-ja lett Las Vegasban. Ebben a formációban most van itt utoljára az együttes Magyarországon és Európában is. Ezt Kazinczy Gabriella turnémenedzser mondta. A kubai és a latin-amerikai sajtó szerint is az egyetlen és hivatalos utódja a Buena Vista Social Clubnak a Habana. Igazából aki járt már Kubában és tapasztalta azt az életérzést, hogy egy kubai zenekar élőben milyen élményt nyújt, szerintem az egy fantasztikus és felejthetetlen élmény. Mi azt próbáltuk most elhozni ide a magyar közönségnek is. A kubaiaknak a zene és a tánc az az út a boldogsághoz. Tehát gyakorlatilag minden egyes dal egy életigaz története, egy olyan előadásmódban, amely a nézőket elrepíti Karibi-szigetekre, és egy olyan életérzést ad, ami szerintem utánozhatatlan és felejthetetlen. Valószínű azért is nagyon szeretik itthon nálunk őket, nagyon nagy érdeklődés volt a koncertekre. Május második felében kezdődött a turné, 14 magyarországi városba jártak, ezen kívül a határon túlra is eljutottak, tette hozzá a turnémenedzser. Szlovákiában, Horvátországban és Csehországban is volt már az együttes, Horvátországban egyébként még vissza is megyünk, és mint említettem, ugye nagyon nagy érdeklődés övezte az együttest. Sok helyen egyébként dupla előadást kellett leszerveznünk, mert annyira gyorsan elkapkodták a jegyeket. Az együttesnek két szóló táncosa van, akik egyben a Tropicalának a szólistái is. Egy férfi és egy nő énekes kápráztatja el hangjával és dallamaival a közönséget szerte a világban. A zenekar 8 főből áll. Yeah.
A repertoár nem változik a különböző helyszínek, országok során. Európában hasonló dalokat szeret a közönség. Nagyjából egy ilyen egy-másfél órás hangbeállás próba szokott kelleni. Nagyon profik, nagyon komolyan állnak hozzá, minden helyszínen maximálisan beleadnak mindent. És azt látom, hogy azért most már túl vagyunk jó pár előadáson, de a szint az nem csökken. Nagyon örülök neki, hogy azért nyilván ezt komolyan veszik olyannyira, hogy nem csak fölmennek a színpadra. Tehát azért ez a próba még x10 előadás után se marad el, úgyhogy abszolút igen. A Kodály Központban történt pécsi fellépés és óriási siker után még Budapest, Sopron, Debrecen, Szeged várta a kubai zenészeket, táncosokat.